tisztességesebb, zöldebb, európaibb, igazságosabb. Mi a Momentumban egy ilyen Magyarországgal dolgozunk. Sziasztok, itt vagyunk az Egyetemisták és a Főiskolások Fesztiváljának, vagyis az EFOT-nak a helyszínén, a Velencei tónál. És ha már itt jártunk, akkor gondoltuk elmondjuk nektek, hogy mi a baj a kormány hozzáállásával, és mit fogunk majd csinálni 2022 után a Velencei tóval. A hőmérőnk körülbelül 35,5 fokot mutatott, és ez van már hetek óta, tehát ezt ti is tapasztaljátok. Na most Magyarországnak sajnos nincsen tengere, vannak viszont tavaink. És a Velencei tó az egyikük, amit nagyon szeretünk. És nem szeretnénk, hogyha a Velencei tavat, amit gyerekeink, vagy unokáink, vagy akármi, már ne használhassuk soha többet. Márpedig most ezzel a kihívással szembesül a Velencei tó is. A klímaváltozás hatásai példátlan vízhiánnyal sújtja a Velencei tavat. A csökkenő vízmennyiség hatására pedig kihalnak a halak tömegestül, illetve a környéken élő madárvilág is veszélybe kerülhet. Olyannyira durva a helyzet, hogy elkeseredett civilek ide jöttek a tóhoz, és édes vizet öntöttek palackokból a vízbe, hogy ezzel hívják fel a figyelmét a kormánynak, hogy valamit tenni kell, hogy a Velencei tót megőrizhessük. Az Orbán rendszer sajnos tagadja a klímaveszélyhelyzet létezését, és ebből kifolyólag egy fillért sem ad a Velencei tó megmentésére. Pedig szakértők kiszámolták, 40 milliárd forintra lenne szükség ahhoz, hogy ezt a gyönyörű tavat megmenthessük a jövőnek. Na most 40 milliárd forint az kevesebb pénz, mint amit Szalai Bobrovnicki Kristóf, korábbi londoni nagykövet, a jelenlegi kormányszóvivő férje kap a kormánytól, hogy vegyen egy Csehországban lévő hadiipari gyárat. Ez kevesebb pénz, és ezt a pénzt nemhogy a Velencei tónak adják, hanem hadipari fejlesztésekre költik, vagy éppen Felcsúton csinálnak egy csónakázó tavat, a Felcsúti kisvasút és a stadion közé. Ez szerintünk felháborító, és ezzel kell majd foglalkozni 2022-ben is. Mi momentumosok a környékbeli civilekkel összefogásban petíciót, helyi népszavazást fogunk kezdeményezni, mert tudjuk azt, és hiszünk abban, hogy az itt élők tudják leginkább érvényesíteni az érdekeiket. De 2022 áprilisától kormány, illetve rendszerváltás lesz, mi pedig egy olyan mozgalom vagyunk, ami elkötelezett Magyarország tavainak, vizeinek, erdeinek megóvása mellett és a klímavészhelyzettel szembeni harc mellett. Nekünk az lesz a feladatunk 2022-től, hogy ezt a 40 milliárd forintot ezt megteremtsük a Velencei tó javára, erre lesz pénz, és meg tudjuk menteni ezt a gyönyörű tavat a jövőnknek. Mi ezért dolgozunk, tartsatok velünk, mi vagyunk a garancia. A Momentum a garancia a változásra. Mi készen állunk.